ITF adattárának a szerkesztősége kollektíven búcsúzik a Edittől, és ezeknek a fényképei itt láthatók, és nem kifejezetten a középnemzedékhez tartoznak. Úgyhogy én azt kérem, hogy aki ezek között itt van és hajlamos följönni a placra, azt tegye meg, és akkor néhány téma előkészületben van, és azokat szeretném most elsősorban felszólítani, és aztán meglátjuk, hogy mennyi idő marad még. Senki többet? Az egyik az éppen egy meglepetéssel fogjuk kezdeni, és pedig, ami nem nincs semmi köze a szerkesztőség munkájához, de egyik kollégánk az híres arról, hogy különböző meglepetéseket tud okozni, és most azt csinálta, látszik, hogy Bohus Misiről van szó, hogy elhatározta, hogy utána jár Edit békéstarhosi múltjának, és feltalált egy olyan hölgyet, aki több éven keresztül részben békéstarhoson, részben utána a gimnáziumban osztálytársa volt az Editnek, és rábeszélte, hogy ossza meg velünk az emlékeit, és itt ez még az is hozzájárult, hogy a kiváló kapcsolatai vannak a Misinek a profi videókészítő iparral, mert a lánya az ebben a témában működik, és előállítottak egy videót, amit most szeretnék, hogyha megnéznék. Tóth Editre emlékezem. Tarhoson 2 évig osztálytársak voltunk. Utána 2 felé osztották az osztályt, ő a B, én az A osztályba kerültem. Jól emlékszem, milyen kitűnő matematikus volt. Tarhoson egymást segítettük, ha kellett, Edit mindig készen állt erre. Ha valaki óra alatt munkára volt beosztva, építőanyaghordásra a pavilonhoz, pótolnia kellett a mulasztást, a kollégium erre alkalmas volt, és mindig készen is állt. Amikor Tarhos megszűnt, írásbeli értesítést kaptunk, hogy a körzeti gimnázium köteles felvenni bennünket. Békés Csabára kerültünk néhányan, én Edittel egy osztályba. A kollégiumban szobatársak és ágyszomszédok lettünk, ekkor barátkoztunk igazán össze. Sokat beszélgettünk, az idegen környezetben szinte testvéri kapcsolatot alakítottunk ki. Az iskola, mivel zeneiskolába is jártunk, szereplésre jelölt minket a diáknapokra. Alaposan felkészültünk, Mozart Andante című fuvola zongora művét tanultuk meg, és adtuk elő sikeresen. A következő évben az első emeleti fiú gimnáziumból egy fiú is csatlakozott hozzánk, így egy hegedű fuvola zongora triót, Boccherini menüettjét adtuk elő. Edit volt a vezéregyéniség. Ő már Tarhos előtt is tanult zenét, Tarhoson pedig a Kodály Zoltán látogatásakor rendezett szolfés versenyt is megnyerte. Békés Csabán a fiú és lány kollégiumnak közös énekkara volt, a karvezető pedig mindkettőnket szólamtanítással bízott meg. Én 1956-ban
abba hagytam a fuvolázást, majd tanárképző főiskolára jártam, magyar énekszakra. Edit sem zongorázott tovább az egyetem mellett. Mivel egy osztályban érettségiztünk, 50 éven át 5 évenként találkoztunk, így kapcsolatban maradtunk, telefonáltunk egymásnak, tudtam a sorscsapásukról és örömökről az életében. Néha koncerteken is találkoztunk. Ha sárbogárdi kórusunk Pesten szerepelt, lehetőség szerint eljött meghallgatni. Legutolsó alkalommal a Haller utcai templomban Haydn Harmónia messze című művét hallotta tőlünk. Mindig büszkén és szeretettel fogok rá emlékezni. Akkor megkérném a Megyeri Karcsit, aki tulajdonképpen sok mindent csinált, amit le van írva jelenleg a adattárnak a projektvezetési dolgait intézi, és a Neumann Társaság múlt örökség témájának valamiféle koordinátora. Tiszteltel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy szót kapok, és engedjétek meg, hogy mélyen meghajoljak Edit munkássága, Edit élete útja, és Edit minden cselekvés előtt. Én 2014-ben ismertem meg közelebbről Edittet, és akkor volt egy olyan időszak, amikor a Informatika Történeti Fórum honlapjának a megújítása keretében egy új koncepcióval, egy új megvalósítással szélesítettük a szerkesztőség, amit a Bálint mutat, a szerkesztőség körét, és akkor bekapcsolódott a munkába Edit, és lehet látni, hogy itt 2015-ben egyrészt még a adattár bemutatkozásánál még csak hallgatósággal, de utána már részletesen a szerkesztőség tagjaként működött együtt, és működtünk 7 éven keresztül, sajnos csak 7 éven keresztül együtt. Akkor, amikor megismertem, utána néztem, illetve kicsit tájékozottam, és azért említsük meg azt a dolgot is, hogy már a korai időszakban a szakmai elismerését a Neumanntól megkapta, 1984-ben már Karmán László emlékérmet kapott a Neumanntól, majd 2008-ban pedig életmű díjat, azt hiszem, hogy mind a kettőt maximálisan megérdemelte. Edit munkásságával kapcsolatosan szeretném kiemelni azt a precizitást, azt a pontosságot, és azt a szervezőkészséget, amit korábban is mondtak az itt elhangzott a kollégák, mert jól bizonyítja, hogy fél évente egy ilyen részletes beszámolót adott a munkájáról, illetve arról, hogy kivel, hogyan, miképpen dolgozik együtt. És itt ki szeretném emelni, hogy azon kívül, hogy ő a személyek rovat vezetője volt, gazdája volt, azon kívül csapatot is épített maga köré, és ez a csapatba Eszter, Judit és Pali tartozott bele, és a mai nap is ők viszik tovább a személyi adattár dolgait. Kiemelném még az újdonságra való hajlamát is, amikor 2019-ben az Európai Unió a GDPR
adatbiztonság, személyiségi jog és egyéb témával kapcsolatosan meghozta azt a törvényt. Ő volt az első, aki rögtön alkalmazkodott avval, hogy a személyi adattárba fölkerülő egyéneknek, mert itt személyképekről is van szó, legyen hozzájárulás, hogy utána ne legyen ebben baj. Szeretném fölfigyelni még arra a figyelmet, és a következő dián ezt mutattam be, hogy 2015-ben, 14-15-ben, amikor ő becsatlakozott, vagy csatlakozott a Informatörténeti Fórum szerkesztőségéhez, onnantól kezdve 2021. decemberéig milyen növekedést produkált, milyen növekedő gyarapodást értünk el az előbb említett csapattal együtt a megjelenítésbe. Jó példa, hogy 167-ről, ami 2015. januárban volt, és 2021. decemberében 784 egyénről van adatlapunk, és ebbe döntő része volt, azért meg kell mondani Editnek, avval, hogy következetesen nem hallgatta el a dolgokat, állandóan vitte és próbálta szerezni az újabb és újabb kollégákat. Természetesen az adatlapok, amit keret kitöltésében segítettünk és segítettek a csoport tagok lektorálásba és a különböző kapcsolatok építésében. Egy dolgot szeretnék még kiemelni, hogy Edit nem csak a 2014 előtti szakmai életben volt kiváló, meg utána az Informatörténeti Fórum szerkesztőségében, hanem mint ember, mint társasági lény, mint kapcsolatépítő is mindig élen járt. Csak hogy két példát mondjak, az egyik ugye itt a egyik előadáson, ahol a többiek együtt ül, vagy a másik, hogy a előbb is említett Kandó főiskolán kezdett ugye ő tanítani, és annak volt egy öreg diák találkozó, ahol aktívan részt vett, és itt ül a közönség soraiba. Vagy említettem a 2018-ban, amikor az Informatörténeti Fórum szerkesztősége egy vacsorán emlékezett meg arról, hogy együtt vagyunk, és jól vagyunk, és nagyon jól megyenek a dolgok. És fölhívnám a figyelmet arra, hogy a Informatörténeti Fórum honlapján, azon kívül, hogy ugye Editről kellő információk rendelkeznek, sikerült összegyűjteni, hogy milyen típusú információkat tárolunk és van a honlapon, itt akár a rendezvényeknél, akár a termékeknél, díjazottaknál, a DTF előadásaival kapcsolatosan, milyen kéziratai vannak, milyen kiadványokba, könyvbe vett részt, és mindenképpen nem szabad elfelejtkezni a két kiemelkedő videójáról, az egyik a ITF által készített videóportré, a másik pedig az, amiről majd meg is fogunk emlékezni, illetve az utolsó előadás lesz, az utolsó rész lesz. Én magam úgy gondolom, hogy bár azt szokták mondani, hogy nincs pótolhatatlan ember, Edit, amit a személyek rovattal csinált, közösen a többi kollégával együtt, nehéz lesz ezt a dinamikát folytatni, ezt a precizitást, ezt a pontosságot, és csak azt tudom mondani, amit ide föl is írtam, köszönjük, és remélem, hogy még többször fogunk vele találkozni a munkájával, mert ez nagyon sok téglát rakott ebbe az Informatörténeti Fórum honlapján, és ezek a téglák, ezek örökké élni fognak. Köszönöm szépen! Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én egy kicsit személyesebb dolgokat szeretnék mondani az Edittel kapcsolatban, illetve az Edit és az én kapcsolatomról. Nagyon érdekes végigfigyelni az ő pályafutását, mert tulajdonképpen egy abszolút párhuzamos élet pályát írtunk le, csak más szakterületeken. Az Editet hallottuk, hogy
hogy prolog, mesterséges intelligencia, stb. Az én életpályám pontosan ugyanabban az időszakban a nagy rendszerek, adatbázis kezelő rendszerek, állami gazgatási rendszereknek a tervezése és megvalósítása volt. Ő is az Infelor, amikor az Infelorban dolgozott, akkor én is az Infelorban dolgoztam, de mivel az Infelor olyan széttagolt volt, így tulajdonképpen mi az Infelorban nem találkoztunk. Én a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Rédei utcában voltam, az Edit meg a Virányoson. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy emberek tulajdonképpen nagyon hasonló dolgot élnek meg, és mégis egymástól függetlenül élik életüket. Amikor viszont találkoztunk, akkor rögtön egy nagyon meghatározó élmény volt, és nagyon jó emberi kapcsolatokat tudtunk kialakítani. Tulajdonképpen, amikor én hallottam, hogy készül a könyv, azért mondom így, mert ezt ugye így hívtuk, ez a oktatás története, akkor tulajdonképpen én kerestem meg, hogy azt hiszem, hogy hozzá tudnék adni a könyvhöz bizonyos részeket. Tudnélik, én 1990 és 96 között a KSH-ban voltam informatikai főnök, és hozzám tartozott a számítástechnikai szakképzés, az oktatásnak az engedélyeztetése és az akkreditálása. Ugye ez nem az egyetemi közeg volt feltétlenül, hanem ez ami most OKJ-nak hívunk, de hát akkor annak nem ez volt a titulusa. És tulajdonképpen nekem így lett kapcsolatom például a Debreceni Egyetemmel is, tehát ez egy rokon terület volt, és akkor a könyvbe úgy éreztem, hogy ezeket a dolgokat is érdemes megemlíteni, mert ez tulajdonképpen egy előmunkálata volt annak, hogy aztán az egyetemekre is hogy terjedt el ez a fajta szakképzésnek a bevezetése. És amikor ez a könyv íródott, akkor az Editnek ugye egy nagyon nehéz periódusa volt a családi vonatkozásban, és akkor úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon egymással találtunk ebben, hogy tudjuk egymást támogatni. Évekkel később lett ez a másik dolog, hogy az Informatika Történeti Fórumba tulajdonképpen úgy csöppentem bele, hogy a Koltai Tamás volt, aki a személyek adatait elkezdte gyűjteni, és én nagyon jó barátságban voltam vele, és akkor ő mondta, hogy nem lenne kedvem, hangulatom, stb., hogy egy kicsit én is ebbe beszálljak, és akkor egy bizonyos részét át is vettem ennek a résznek, és akkor az Edit lett egy új tag, aki szintén bejött, és ő úgy érezte, hogy ez neki egy olyan hivatása, elhivatottsága lett ezen a területen, hogy egy kicsit háttérbe is vonultam, meg másfajta feladataim is voltak abban az időben, úgyhogy abszolút ő lett ennek a rovatnak a vezér egyénisége. És hát ahogy hallottuk, tényleg itt egy évek alatt egy csapat alakult ki, a Taigás Judit is beszállt, a Breyer Pali is beszállt ezekbe a bizonyos személyek lektorálásába. Tehát most amikor viszont már így az Informatika Történeti Fórumban együtt dolgoztunk, akkor derültek ki azok az emberi mélyebb hasonlatosságok, amik mindkettőnkre jellemzők voltak. Tudnélik, én is 6 éves koromtól hegedültem, 8 éves koromtól zongoráztam, és ezt tartott egész az egyetemi éveimen, hogy zenekar, meg minden. Kiderült, hogy ő is ugye ebben a zenei vonalon ilyen elhivatott, és rengetegszer a személyek megbeszélésén túlmenően megosztottuk egymással a zenei élményeinket, és hát én nagyon sokszor nagyon sok hangversenyre eljártam, és egy tulajdonképpen emiatt úgy éreztem, hogy nagyon közel kerültünk egymáshoz,
És amikor megtudta, hogy én a családomnak a történetével foglalkozom, mi felvidékiek vagyunk, Rozsnyóról származunk, akkor őt nagyon érdekelték azok a dolgok, amiket én ezzel kapcsolatban összegyűjtöttem, úgyhogy olyan dolgokat, amiket másoknak a fórumon belül nem osztottam meg, vagy csak részben, azokat az Editnek megküldtem, mert őt nagyon érdekelte, hogy egy ilyen kicsit egy ilyen családkutatás is, hogy milyen érdekes dolgokat hoz felszínre. A Bálint említette, hogy utolsó napi kapcsolatban voltunk, ez a szószoros értelmében így igaz. Szerintem az előtte való nap és még az előtti nap is beszélgettünk, mert egy csomó függőben lévő adatlapot beszélgettünk meg, és hát nagyon megrendített ez a dolog, ami vele történt, úgyhogy nagyon nehezen tudtam ezt megemészteni. És hát nagyon nagy szeretettel őrzöm a szívemben Editet. Köszönöm szépen. Van még egy kollégánk, aki a igen. Tulajdonképpen a szerkesztőségünk korelnöke és a hardware termékek rovatnak a vezetője, Bajkai Álló Géza, aki most nem tud itt lenni, de felhatalmazott arra, hogy bemutassam azt az emlékezést, amit ő készített, és majd olvasható lesz a honlapon is, és ez nagyon személyes megemlékezés, hogy hogyan találkoztak tulajdonképpen az ősidőkben Edittel, egy olyan szereposztásban, hogy a programozók és a karbantartóknak, vagy az üzemeltetőknek a örök háborújában voltak ellentétes lövészárkokban, és ezt írja le szépen, és aztán hosszú idő után megint találkoztak a szerkesztőségben, és itt a jó személyes kapcsolatokat felelevenítették, és közösen viselték el a különböző sorscsapásokat, és végül a Géza egy verssel búcsúzik, hogy azt itt tessék elolvasni, és a utolsó mondatot mondom, hogy megmutatta, hogy nem csak piramisok építésével, hanem szívós apró munkával is lehet maradandó emlékművet építeni. Azt hiszem, hogy ezt el lehet mondani Editnek a életművéről, és tulajdonképpen ezzel akár le is lehetne zárni a rávaló emlékezést, ha nem kértük volna meg a családot, hogy ők is mondják el a mondandójukat emlékezésképpen,